nézzük ezt a görbe-menti integrált, amikor is ugye a görbénk az a körvonalnak a megfelelő pontjait köti össze, illetve amikor ugye egy szakasz mentén kell néznünk. Az első esettel kezdjünk, persze az A-val, amikor is ugye van egy kör. A 1-3 középpontú, tehát itt van az origó, kettő sugarú, A1-1, kettő sugarú van, akkor ugye ez a két egysége körül. De az A1-1, ez az A pont, és a B az a -1-3 pontokat köti össze. Az van, hogy pozitív, tehát ez is az a megy nagyjából egy kört. Ups, igen. És akkor pozitív irányba, tehát a pozitív forgatásirány az ez. Ebben az irányba köti össze. Tehát az azt jelenti, hogy ebből a pontból így jutunk el a B pontba. Jó. Na most akkor paraméterezzük ezt a görbét. XT, YT. Ugye a kör középpontja az az 1-3. A sugár az ugye 2-2-2, pozitív forgatás miatt ez itt koszinusz t, ez itt színusz t. Na most, hogyha t egyenlő 0, akkor ugye ez itt 3 lesz, ez pedig szintén ugye 3 értéket ad. Ez azt jelenti, hogy a t egyenlő 0 időpont az itt található, az A előtte van, ugye akkor ez itt a t egyenlő mínusz pi per 2 negyed körről van, szóval 90 fokkal kevesebb, ez pedig ugye egy fél körül, tehát itt az a t egyenlő pi időpont, azaz a t-re vonatkozóan azt kapjuk, hogy mínusz pi per 2 és pi között található. Meg szükségünk van ugye a deriváltokra, tehát az x vesző t-re, illetve az y vesző t-re, amit mínusz 2 színusz t, itt pedig ugye 2 koszinusz t lesz, helyettesítsük akkor vissza. A határok ugye az mínusz pi per 2-től pi fog menni, x-ből y-t ha kivonom, akkor ugye 2 koszinusz t-ből 2-ből 2 színusz t-nk van, ezt kell megszorozni mínusz 2 színusz t-vel, plusz y-szor x, tehát az a 3 plusz 200 színusz t szorozva 1 plusz 2 koszinusz t-vel, és ezt 2 koszinusz t-vel kell megszorozni dt. Jó, nézzük akkor, ez mivel is lesz egyenlő. Itt akkor mínusz 2 színusz t-vel visszaszorozunk, akkor ez lesz mínusz 4 színusz t koszinusz t, lesz meg 4 színusz t, illetve lesz meg 4 színusz négyzet t. Jó, és ez majd hozzá kell adni, nézzük, persze itt ez 3 meg 2 színusz t meg 6 koszinusz t meg 4 színusz t-szer koszinusz t. Ezt végigszorozzuk 2 koszinusz t-vel, akkor lesz ugye plusz 6 koszinusz t-nk plusz 4 színusz t koszinusz t plusz 12 koszinusz négyzet t és plusz 8 színusz t-szer koszinusz négyzet t. Jó, dt. Akkor mit tudunk? Itt ugye ez, és ez kiejti egymást, tehát az ott nincs. Az ott nincs. És akkor az integrálás miatt tudjuk, hogy a színusz nézet, a koszinusz nézet helyett azt kell írnunk, hogy
színusz négyzet t az egyenlő 1 minusz koszinusz 2t per 2, a koszinusz négyzet t az egyenlő 1 plusz koszinusz 2t per 2 alapján, akkor ez ugye egy minusz pi per 2-től pi-ig, tehát ez kiesett, a 4 színusz t-vel nincs problémánk. A 4 színusz négyzet t, tehát a 4-jel, hogyha szorzok, akkor az ugye lesz plusz 2 minusz 2 koszinusz 2t. 6 koszinusz t, az jó, rendben van. Ez kiesett 12, tehát ez 6-tal kell végigszorozni, tehát akkor az plusz 6 meg 6 szor koszinusz 2t. És utána marad az a 8 szor színusz t koszinusz négyzet t. No, itt ezzel ugye nincs probléma, ezekkel azért előbb ezzel van, úgyhogy ezt most gyorsan csináljuk már meg, mi lesz a primitív függvény. Tehát a 8 színusz t koszinusz négyzet t dt-vel. Jó, láthatóan ugye ez egy összetett függvény, koszinusznak a deriváltja mínusz színusz t, tehát akkor az u egyenlő koszinusz t helyettesítéssel ugye vissza tudjuk vezetni a problémát egy egyszerűbb integrálra. Jó, tehát a színusz t dt helyett fogunk írni ugye mínusz dut, tehát akkor ez itt mínusz, hát a 8-at is kiemelhetem akár, és akkor itt ez csak simán u négyzet dut kapok, tehát ez itt mínusz 8-szor u köppe 3 plusz c, azaz mínusz 8 harmad koszinusz ugye köb t plusz c a primitív függvény. Jó, és akkor megvan az utolsónak a primitív függvénye, fent hagyjuk, alapján nézzük sorban. Tehát 4 színusz t-nek ugye mínusz 4 koszinusz t, 2 meg 6 az ugye 8 lesz, tehát 2 meg 6 az 8, meg 8 t, akkor itt ebből van összesen 4 koszinusz 2 t-nk. Ugye azon koszinusz 2t-nek a deriváltja a belső függvény, ugye van még egy kettes szorzó is, tehát akkor itt ez esetünkben a primitív függvény kétszer színusz 2t. Ugye már kettővel szorzott, és itt 4. Tehát letudtuk. Van a plusz 6 koszinusz t, annak ugye plusz 6 színusz t lesz, és itt van az utolsó, amit külön kiszámoltunk, az pedig a mínusz 8 harmad koszinusz köb. Volt, és ez kell, hogy a mínusz pi per 2 és a pi helyen kiértékelni. Jó, tehát ez egyenlő lesz, és itt behelyettesítjük, ugye mínusz 4 koszinusz pi, meg 8 pi, meg 2 színusz 2 pi, meg 6 színusz pi, mínusz 8 harmad koszinusz köb pi, és ebből kivonom a mínusz pi per 2 helyen fölvett értéket, ebből kivonjuk. A koszinusz az páros függvény, tehát akkor mínusz 4 koszinusz pi per 2-t írom, mínusz, akkor ez itt mínusz 4 t, 4 pi lesz, ugye? A színusz az páratlan, tehát akkor ez itt mínusz 200 színusz pi-t kell írnom, akkor ugye megint páratlan, tehát mínusz 6 színusz pi per 2-t, és a koszinusz az páros, tehát 8 harmad, és koszinusz köb pi per 2-t. Na nézzük meg, hogy ugye melyik mivel is egyenlő. Természetesen lerajzoljuk a koszinusz függvényt, a színusz függvényt is. Tehát ugye gyönyörű női hajkoronát rajzolunk, szépet. Így.
szemecskéje. Tehát ez itt a... ez itt a pi per 2, ez itt a pi, hát ugye egyet és a mínusz egy értéket veszi fel. És a színusz függvény az ugye előttem halad, tehát egy előrébb van, és akkor ezt szépen ide felveszik a színusz függvényt is, tehát ez itt a színusz x függvényünk, fekete az lenne a koszínusz x függvény, és akkor ez alapján leolvassuk azt, hogy nézzük. Koszinusz a pi helyen, ugye az ott egyenlő mínusz egyel, tehát ez itt kell, ez itt mínusz egy. A színusz a két pi-en az ugyan, mint a színusz a pi helyen, tehát ez itt nulla. A színusz a pi helyen megint csak nulla. A koszinusz a pi helyen ott az mínusz egyel egyenlő. Volt ez a kövés. Koszinusz pi per kettőnk van, az ott nulla. Színusz pi ugye az nulla. Színusz pi per 2 az egyenlő 1-el, és ugye itt a pi per 2 helyen a koszinusz az 0 értéket vesz föl. Tehát akkor ezek alapján ez ugye egyenlő lesz. Van a mínusz 4-szer mínusz 1, akkor van a 4, van a 8 pi, akkor ez 0, 0, 0, mínusz, 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 ez plusz 8 harmad. És ebből ki kell vonni, na most ez nulla, tehát ki kell vonni, de hát itt mínusz, mínusz miatt akkor plusz 4 ping van, és akkor nulla, nulla, és itt van a mínusz 6, de ki kell vonni, akkor az plusz 6 lesz. Jó, tehát azt kapjuk, hogy ennek az értéke az nem más, mint megnézzük akkor ezt. 12 pi, meg 10, meg 8 harmad. Ott kapunk erre a görbületi integrálra. Na, ezek után nézzük a pi részét a feladatnak. Ez jelentősen egyszerű. Ugye, egy szakaszról van szó, de pont itt az A-ból a B-be mutat. Tehát majdnem. Ezt fönt hagyom, hogy mit kaptunk a körvonalon. Hogyha megyünk, összehasonlítsuk majd, hiszen ugyanabból a pontból indulunk, ugyanabból a pontból érkezünk, csak más görbe mentén, és elképzelhető, hogy más értéket is fogunk kapni. Tehát ebben a B esetben, hogy ebből a pontból, az A-ból így haladunk a B-be. Jó? Tehát ezt a szakaszt kell megparaméterezni. Tehát jön a B. Na, paraméterezzük ezt a szakaszt, xt, yt, egyenlő. Nézzük, mi az indulópontunk, ugye indulópont 1-1 a koordináta, plusz plusz t-szer, és akkor érkező, mínusz 1-3, ből induló 1-1 alapján, azt kapom, hogy az xt az egyenlő 1-ből 2-t-vel, az yt az egyenlő 1 meg 2-t. Azért szeretem ezt a paraméterezést, mert ha így adjuk meg, akkor a t az ugye 0 és 1 között van. Tehát könnyebb lesz mondja határozott integrálnál behelyettesíteni ezeket az értékeket. Szükségünk van a deriváltakra, itt a x vesző t az ugye mínusz 2, y vesző t az 2-vel egyenlő. Akkor ezek alapján, ugye ez a görbement integrál nem más, mint nullától egyig. X-ből y, x-ből, hogyha kivonom az y-t, akkor tessék meg, hogy mínusz 4t-t kapok, mínusz 4t-t, meg kell szorozni ugye a mínusz 2-vel, meg ugye, szorzat ennek a kettőnek, tehát a plusz b szorozva a mínusz b-vel, tehát akkor az a négyzet mínusz b négyzet, tehát az 1 mínusz 4 t négyzet, és akkor ezt kettővel kell szoroznom, és akkor így lesz dt. Jó. Azaz, ez tovább egyenlő, hogyha fölbontom zárójeleket, hogy itt lesz 8 t-nk,
itt pedig lesz meg 2 mínusz 8 t négyzet dt. A primitív függvények egyszerűek, ugye itt van 4 t négyzetünk, meg 2 t-nk, illetve mínusz 8 harmad t köd. És ez kell a 0-1 hely. Hát itt van a, egyszerűen csak a 0-et be se kell helyette, hát persze 0 miatt az 0-át fogunk, amit csak az 1-et kell, de hát a t helyére 1-et, tehát magyarul csak a számokat fogunk leírni. Ez az integrál az 4, meg 2, mínusz 8 harmad, tehát az 6-ból 8 harmad, az 18, tehát 10 harmadot kapunk. Tessék, nézzük meg, hogy mennyire más lett az eredmény.